Köszöntjük a ránk hangolódókat, Balogh Feri a mikrofon mögött. 2023. december 6-a van, és indul is a szerdai sztereó, és ahogy előjáróban mondtam, Bukodi Károly Jócsaváros polgármester lesz mai vendégünk, akit nagy szeretettel köszöntök itt stúdiónkban. Szervusz Károly, szia! Jó reggelt kívánok, szervusz! A sort pedig veled folytatjuk, vendégeink, a település vezetőinket így december eleje, közepetáján ünnepek, minden esetre az adventi időszakban már leginkább az év értékelésére kérem, mi minden és hogy zajlott nálatok, hogy történt 2023-ban. Nyilván itt kicsit a mérleg serpenyőjébe jobb és baloldalt, jó és rossz, pro és kontra érveket, eseményeket, hogyha megosztanál velünk. Jó, hát keresnem kell majd a rossz oldalt, hogy abba a serpenyőbe mit tegyünk bele. Biztos, vagy lehet, hogy van, aki tudna mondani olyat is. Hát igazából így az év végén azt mondhatom, hogy és ezt szerencsére idáig minden évben elmondhattam, hogy sikeresen zárjuk ezt az évet. Amit terveztünk, azt elvégeztük. Épp a napokban készítettünk egy prezentációt, nyilván egy közmeghallgatást tartottunk a héten, és arra készülvén a bevételeket is megnéztük visszamenőleg 2020-ig, tehát nagyon messze nem mentünk azért, de az látszott igazából, hogy 2020-tól egészen napjainkig a bevételek folyamatosan nőttek, tehát igazából a Covid időszak sem törte meg a helyi vállalkozások ügymenetét. Nem volt 21-22-ben kimagasló változás, de pozitív volt akkor is, hogy növekedés volt a bevételeinkben, és most pedig igazából ott állunk, hogy harmadik-negyed évben már az éves adóbevett bevételek 139%-át teljesítettük, tehát 700 millió forint adóbevételünk van már most. Ez minek tudható be egyébként? Olyan vállalkozások működnek nálatok, amik válságálló módon, vagy nem annyira kitettek a Covid által oly nagyon sújtott ágazatoknak? Hát úgy néz ki, inkább ez az utóbbi. Tehát azt nem mondhatom, hogy új vállalkozások jöttek volna, főleg nagyok. Tehát bármennyire is szeretnénk, és dolgozunk azon, hogy egy ipari parkocskát kialakítsunk, és vállalkozásokat hozzunk ide. Inkább az, hogy tényleg ezek olyan üzemek, gyárak, egyéni vállalkozások, amelyek túl tudták ezt élni, és növekedni is tudtunk. És magára a város költségvetése is jellemző, hogy pár évvel ezelőtt még ilyen 1 milliárd 200 millió forintos főszeggel számoltunk, az idén ez már 2 milliárd, és jövőre 2,5 milliárdos költségvetéssel számolunk. Ugye ez azt is jelenti, hogy az adóerőképességünk is nő, ami jó, és akkor tegyünk egy picit a serpenyő másik oldalára. Ebben ugye az a rossz, és idézőjelben mondom a rosszat, hogy pályázatoknál ezért nagyobb önrészt kell betenni, minél jobb az egyfőre jutó adóerőképesség, annál több önrészt kell majd betenni, de mondjuk ez lenne a legkisebb gondunk. Kedves hallgatóknak akkor mondjuk, hogy nyilván a pályázatok osztályozásánál, pontozásánál gyakorlatilag a településen az adóerőképesség az egy igen fontos mutató, és akkor ezért mondod, hogy nyilván itt az intenzitás egy kicsit lecsökken, igen, egyéb hátrányosabb helyzetű vagy kisebb adóerőképességgel rendelkező településekhez képest. Így van. Tehát itt nem biztos, hogy 90%-kal fogunk tudni nyerni, hanem 70-nel vagy 70-nel. Csak 60. Jöjjenek már azok a pályázatok, igen? Így van. És ha már pályázat és évértékelés, és ugye igazából két nagy pályázat volt, ami erre az évre vagy áthúzódott, vagy ebben az évben mindenféleképpen nevezében fejeztük be a kivitelezését. Az egyik a sokat emlegetett bölcsődebővítés, készen állunk a használatbavételi engedélyt várjuk, és szeretnénk minél előbb a gyermekek birtokába adni ezt az intézményt, a másik pedig a Széchenyi utca felújítása. Nyilván vannak olyan, még az, hogy kevés, de vannak olyan útszakaszok, amelyeket szintén javítani, felújítani kellene, és érnek kritikák, hogy persze már a Széchenyi utca, de hát ez egy pályázat. A pályázat az általában, és ezt szeretném itt elmondani, ugye gyűjtőútra, nagyforgalmú útra vonatkozik. Intézmények előtti így útra, van, már ilyen meglévő útakra az kapcsolódóan, tehát nagyon sok kiírás. Igen, tehát a Széchenyi ugye az azért kivezeti a forgalmat, ha megyünk Pestre, vagy megyünk dolgozni a városon kívül, és be is hozza, volánbuszot közlekedik, akkor ugye vasút felé tart, tehát ezek az utcák mindig is elsőbséget élveztek a pályázatokban. Tehát ezzel igazából 15-éig kell kész lennünk, és kész is leszünk. Bölcsődét befejeztük. A harmadik nyertes pályázatunk az egészségház felújítása. Igazából itt a világítás konstrukciójával kész vagyunk, napelemek fent vannak, működnek, mármint működni fognak, ha süt a nap. A nyílászárók cseréje a napokban folyik, és még itt ebben az évben karácsonyig a belső festés is megtörténik. Tehát gyakorlatilag
azt mondom, 85-90%-ban ez a projekt is kész van. Ami áthozódik ebből jövőre, az egy parkosítás és a külső faelemeknek a festése. Tehát igazából ezek voltak a fő terveink, a pernyert pályázataink, és ezekkel készen is lettünk. A legtöbb településen, főleg itt Dél-Pest megyében a Covid idején megfigyelhető volt, hogy a budapesti betondzsungelből nagyon sokan kívánkoztak ki a szabadba, és talán ehhez még az egyéb családtámogatási, az építés kedvet elősegítő intézkedéseknek köszönhetően egyfajta, főleg társasházépítési divat, hullám, igény jelentkezett és figyelhető meg itt a térségben. Ennek kapcsán azért nagyon sok új lakos érkezett, és innen ilyen módon kérdezném, hogy nálatok hogyan alakul a lakosság? 10 000 fölött vagyunk már, tehát átléptük a 10 000-es határt. Azt gondolom, az összes ilyen belső telek, mert ugye vagy egy vállalkozó ilyen lakóparkokat, lakóövezeteket épít, vagy pedig ahol már idős tulajdonosok elhunytak, és a családnak nincs szüksége az ingatlanokra, a településemből azokat építették be a nikkel házakkal. Hát ezek azért elfogytak, ezek az ingatlanok. Van igény lakosság részéről, hogy tovább fejlődjön ilyen téren a település, hogy még több ház, még több lakás épjön, ezt azért most a testület egy kicsit fékezi. Tehát nyilván van, aki úgy gondolja, hogy település attól fejlődik, ha minél többen laknak, de hát ugye ezt infrastruktúrában le kellene követni, ugye értem a bölcsödét, mondjuk ezt bővítettük, iskola, óvoda, kereskedelmi szolgáltatások, tehát ezeket is meg kell nézni, hogy ezeknek hol lehet helye, van-e fizikailag helye. Ugye plázastop van, tehát új boltot nem lehet építeni, tehát azért mindezeket figyelembe kell venni. Sokat emlegettük a szennyvíztelepet, amely a kapacitása határain vannak, tehát hogy igazából most mi úgy döntöttünk, hogy az ilyen jellegű bővítést egyelőre blokkoljuk. És akkor kicsit próbáljunk a zsebedben lévő, persze csak viccelek, üveggömböt elővéve 24-es évre kicsit spekulálni, jövendőt mondani. Igazából a testület már mondott egy jövendőt, nem kötelező már koncepció készítése, de mi azért megmaradtunk ennél a régi hagyománynál, itt novemberben a testület tárgyalta a 24. évi koncepciót, és igazából el is fogadta. Szerintem mi eddig úgy dolgoztunk, hogy amit november végén átment, az már azért úgy marad a februári végszavazásnál is. Hát gyakorlatilag megtöltöttük, azt mondom, hogy elköltöttük az ismert és még majd várható pénzeinket is olyan dolgokra, amiket egyébként ebben az évben eldöntöttünk, csak nem volt idő már a kivitelezésre. Például ugye megterveztünk 3 gyalogó átkelő helyet a saját útjainkon, Falu Tamás utcán 2-t és 1-et a Műfáznál. Az már biztos, hogy áthozódik jövőre, de most már kész van az Üllői úton levő gyalog átkelő helyek terve is. Martvincs utca, temető, Kisernő utca. Tehát biztos, hogy ezek is a jövő évben valósulnak meg. Mindenféleképpen szükség van Felsőbabádon, a 5-ös útnál ott van egy buszmegálló, a Nap utcai lakosoknak szükség van egy gyalog átkelőhelyre. Itt elkezdtük már a közúttal a kapcsolatfelvételt, hogy jelöljék, hogy hova is lehet ezt tervezni. Tehát ilyen közlekedésbiztonsági dolgokkal ruházunk be. A gimnázium mal úgy gondolom, hogy ott most még ott parkettáztunk és egy új termet is kialakítottunk. Szerintem a gimivel rendben vagyunk. Most teljes erővel az általános iskola felé kell, hogy forduljunk, ott fejleszünk. Van egy komplett energetikai felújítási tervünk, bár az információm szerint a tankerület szerencsére kapott pénzt, és ők most lecserélik az összes radiátort, ennyivel mi akkor beljebb leszünk. De a külső környezetet is szeretnénk egy kicsit fejleszteni az iskolánál, a Bajcsi levő parkolókat újítjuk fel, járdát építünk, a kerítést teljes egészében megépítjük, és az igazgatóról közösen egyeztetve a belső udvarban is parkolók, parkosítás, új közvilágítás kialakítása kerül majd sorra. Így hirtelen így ennyi. Hát szerintem ez bőven elég, tehát ezek szerint meglettek azok a súlypontok, ahova a 2024-es költségvetés fejlesztésre, felújításra szánt összegeit el tudjátok igen, költeni. Igen, hát egy dolog van még, ugye alsó Pakony, ahol most ugye a vezetékes víz és csatorna kiépítése folyik, ott van egy kis összekötő út, ami jártam is arra, tehát elég ramaty állapotban van. Volt lakos, aki megkeresett, és egyeztettünk, hogy ő meg akart oldani saját költségvetésből, de mondtam, hogy mi ezt még ezt ebben az évben egy ideiglenes megoldással javítjuk az útnak
az állapotát, és egyébként már arra is van egy kész tervünk, hogy az a kis összekötő út, ami a lakosokat kiviszi a főutakra, azokat még jövőre, jövő év elején, amint lehet, akkor szeretnénk megcsinálni, és akkor ezzel így kész is leszünk. Ezek az idéglenes megoldások egyébként már egyfajta föld alap, vagy pedig zúzott, nem tudom, aszfalttal? Hát ez egy föld alap egyenlőre, csak egy föld alap. A lakosság meg lett kérdezve egyrészt közmeghallgatáson, tehát erről is beszélünk, hogy mi minden volt esetlegesen témaként a közmeghallgatáson, illetve megkérdeztétek a csendrendeletről is őket erről, hogyha kicsit beszélni. Nyilván itt általában arról szokott szó lenni, hogy az együttélés szabályainak betartása, betartatása, és hát nyilván első körben inkább ennek fontosságáról próbáltok beszélni. Igen, hát egy saját kezdeményezés volt, mivel egész évben többen megkerestek, volt, aki a lakásomra csöngetett be, hogy akkor most szombat délután van, lehet-e füvet nyírni, mert őt idegesít, hogy a szomszéd füvet nyír, és ő szeretne ugye kint ülni az udvaron, aztán jött a szomszéd, hogy hát ő most tudja vágni, és az illető meg nem hagyja, mert mennek ezek a kis viták a szomszédok között. Nyilván ugye a világ is más lett, tehát régebben ezt megoldottuk, és nem szaladtunk rögtön igazságot keresni a Facebookhoz, vagy akár személyekhez, de ezek után több ilyen volt évközben, és úgy döntöttem, hogy megkérdezem a lakosságot, hogy mi a véleményük, és nyilván ha annak alapján, akkor a testület fel olyan irányú előterjesztést teszek majd, vagy tettem volna. Csak egy egyszerű kérdés volt, hogy egyetértek az, hogy hétköznap reggel 7-től este 8-ig, hétfőtől péntekig, és hétfőn pedig szombat délután 4-ig lehessen ilyen kerti munkákat végezni, és délután 4-től egészen hétfőreggelig akkor nem. Hát a különböző csoportokban azért mentek el a hozzászólások, és azért jöttek a válaszok is. 600 körüli válasz érkezett be, most azt mondom, hogy 10 000-en vagyunk, az nem olyan sok. Ha ingatlanra osztom le, egy 3500 ingatlanról beszélek, szerintem akkor sem sok, mert mondjuk ha ingatlanonként egy valaki válaszolt. Én azt gondoltam, hogy ez sokkal jobban megmozgatja majd az embereket, hogy ilyenben véleményt alkothatnak, hogy akkor legyen egy ilyen másfél napos csend a településen. Minden esetre ebben a 600-ból a nagy többség, a döntő többség azért arra szavazott, hogy nem kíván ilyen rendelettel élni, mert hogy igazából akkor tudja ezeket a munkákat elvégezni. Úgyhogy nem is fog a testület elé menni most egyelőre ilyen rendelet megalkotása. Kicsit a normalitás mezejére terelve ezt a témát, nyilván ez azt jelenti, hogy nem kívánjátok korlátozni az egyébként nyilván a szabályoknak megfelelő zajkeltő eszközök használatát időszaktól függetlenül. De hát nyilván te is kerti, nem is tudom, családias övezetben, vidéken élünk, lakunk. Alapvetően itt arról van szó, nem, hogy a kertben hátra menve a szomszéddal beszéljen meg, hogy mit szeretnék, füstölök, nem füstölök, zörgök, nem zörgök, építkezek, felújítok, ezt beszéljük meg, kis türelmet kérve tőle. Igen. És talán ez lenne a legnormálisabb. Hát igen, és az, hogy mint én elhiszem, nyilván mindenki dolgozik hétfőtől péntekig, este jár haza, és szombat vasárnapra maradnak ilyen feladatok. Nyilván az lenne a legegyszerűbb, hogy a szomszédok meg tudnák beszélni, vagy mindenki tudná azért, hogy mondjuk este 8-kor, tehát voltam én is úgy vendégségben, hogy szombaton este 4-9-kor elég kis ingatlanon voltunk, és a szomszéd azért ott a köszülőt használta, tehát a szombat este 4-9 az szerintem már erős, de túléltük. Mindegy, a lényeg, hogy egyébként volt, akik örültek, hogy megkérdeztük a lakosok véleményét, ezt így írásban jelezte is, hogy köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptak erre. A válaszadók többsége azt mondta, hogy ne korlátozzuk a hétvégi munkát, úgyhogy marad minden a régiben. Én innen is arra kérem a szomszédokat, hogy egyeztessenek, beszéljék meg, és legyenek egymásra tekintettel. Szóból ért a magyar ember, és meg lehet ezt beszélni, pláne egy jó nyári napon, jó hideg fröccs mellett. Na de, menjünk is tovább, ugye megkérdeztétek, illetve kíváncsiak voltatok a lakosok véleményére egyéb tekintetben is, hisz közmeghallgatást tartottatok. Miről volt ennek témája, vagy csak úgy általában, hogy sikerült? Hát ez egy kötelező jellegű, tehát egy évben egyszer az önkormányzatnak közmeghallgatást kell tartani, a szokásos menetrend, beszámolunk arról, hogy mi is történt ebben az évben, egy kicsit kitekintünk a következő évre, és hát a harmadik napirend szokott lenni a legérdekesebb, amikor ugye a jelenlevő lakosok megkapják a lehetőséget, hogy kritikát, észrevételt, javaslatot fogalmazzanak meg. Amikor ezt a, mondjuk azt érdező szakmát kezdtem, akkor még relatíve sokan jártak el, tehát voltunk vagy 70-en,
ma már nem akkora az érdeklődés. Valószínűleg tartom, hogy ma már minden megtörténik ugye ezen a internetes platformon, tehát egyrészt ugye én is kommunikálok, az önkormányzat is kommunikál, ugye Facebook oldalakon, honlapokon, ott lehet kérdezni, lehet párbeszédet alkotni, tehát mert ez a személyes jellegű annyira azért már nem divat, úgyhogy most se voltunk sokan, páran voltunk, hát szerintem hivatali dolgozókkal együtt lehettünk egy olyan 20-25-en, úgyhogy csekély érdeklődés mellett zajlott a közmeghallgatás. Elmondtam, mi történt, mire számíthatunk, és igazából két lakos kérdezett, a egyik az Felsőobvádról, pont a gyalogátkelő helyről, tehát az is benne volt a beszámolomban, tehát azt egyeztettük, hogy nyilván rajta vagyunk és csinálunk, és még egy lakos volt, aki már évek óta mindig ott van, mindig ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, ugyanazokat a válaszokat kapta, és bezártuk az ülést. De talán, ahogy te is mondod, az érdeklődés visszaesése talán annak is köszönhető, hogy bizonyos kérdéseket már évközben kommunikálsz te is, az önkormányzat is. Ráadásul nyilván ezekben a zárt vagy nem zárt csoportokban úgy meg tudják beszélni a dolgokat, és ha valami égető, valami tényleg egy olyan akut probléma merülne fel, arról pedig értesültök ilyen formán, és reflektálni tudtok. Igen. Hamarabb. Igen. Talán ezért van az, hogy ez az évi egyszeri kötelező alkalom nem feltétlenül az egyetlen olyan hely, ahol a lakó meg tudja fogalmazni, artikulálni az ő problémáját, gondját. Már szóba hoztad, és korábban is beszéltünk róla, hogy a gimnázium neked is a szíved csücske, illetve a önkormányzatnak is szíved csücske. Egy újabb felújításban segítkeztetek, ezáltal pedig egy újabb tanterem kialakítása lett lehetséges. Erről picit, hogyha bővebben beszélnél. Igen, tehát tavaly elkezdtük már a termek parkettázását, hogy azokkal kezdtünk, ahol érettségig folynak, és hát 6 maradt még, tavaly 2 csináltunk meg. Maradt 6, ez benne is volt az idei költségvetésben, és most november végén került rá sor. 2 tanterem, az igazgatóirodák, a tanári iroda került így felújításra, és a könyvtár lett volna még, ahol parkettáznunk kell. Ott miután kipakolták a termet, akkor derült ki, hogy ott egy kicsit mozgott a fal, repedések keletkeztek rajta, és a statikus javaslatára úgy döntöttünk igazgatóról közösen, hogy áthelyezzük, vagy hát igazából az ő ötlete volt, hogy helyezzük át a könyvtárat, és a könyvtár akkor az emeletről lekerült a földszintre. Viszont ezáltal az a szerencse érte a gimit, hogy a nagy könyvtárból lehetett készíteni 2 darab tantermet, tehát gyakorlatilag így ezzel a parkettázásnak indult beruházással még egy plusz tanteremhez is hozzájutott a gimnázium. Ez a munka elkészült, már be is lakták a gyerekek, tehát órák is vannak a könyvtárhelyen kialakított termekben, úgyhogy ez rendben van, és még annyit sikerült elérni, hogy helyi vállalkozással, a Wienerberg ZRT-vel felvettem a kapcsolatot, és egy páraklap térkövet kértünk, mert igazgató még az udvaron szeretett volna rendezkedni, és megérkezett ez az adomány is a Wienerberg ZRT-től, és ott a Sóhajok hídja alatti részt térkövezik épp a napokban, így és egy kis biciklitárlót is kialakítanak, úgyhogy ez is kész lesz ebben az évben. Ez is egy ilyen nem várt esemény volt, de köszönjük a Wienerberg ZRT-nek az adományt. Én pedig köszönöm a gimnázium nevében az önkormányzat segítségét. Ugye ez most már többedik alkalom összességében. Hány ilyen teremfelújításon vagytok túl, és ezt folytatni szeretnétek a jövőben is? Kész vagyunk, hát igazából tavaly 2, meg ez a 6, ez 8. Én azt gondolom, hogy tényleg készünk. Tehát az évek folyamán, hogy a gimnáziumban napelemeket is szereltünk fel, akkor ahol érettségiznek, oda légkondit szereltünk be ezekbe a termekbe. Most a parkettázás, az szerintem rendben van a gimnázium, és a tankerület egyébként most fog pénzt adni a giminek tetőcserére, tehát hogy még innen jön egy kis összeg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az intézmény ez rendben van, ezért is mondtam, hogy teljes erővel és arccal most az általános iskolára kell, hogy felé forduljunk és oda koncentráljunk. Folytatásban bizonyos áramkimaradásokról beszélünk, gondolom az önkormányzathoz érkezett a jelzés, hogy a Rákóczi és Dózsa telepen, valamint az Égetőhegyen élők többször tapasztalnak ilyen áramkimaradásokat, hogy mi lehet ennek az oka. Jó, magam is részese vagyok ennek, hiszen ezen a település részen lakom, tehát... Nagyon nem kellett akkor bejelentést tenni. Így van, de aztán, mikor ezt így jeleztem a Facebook oldalamon, hogy tudunk róla, és lépéseket tettem már, akkor jöttek hozzá, hogy itt is, itt is, itt is, tehát ez igazából a település többi részére is jellemző. Hát addig jutottam, ugye ezt közé is tettem ezt a választ, hogy
hogy itt Felsőbádon van egy trafó, és Felsőbádról érkezik be három vezeték is a városban, és amikor ilyen vihar van, akkor ugye a fák összecsapják a vezetéket, és akkor rögtön ugye az állat keletkezik, és elmegy az áram. És az elmű egy évben egyszer tud jönni gajjazni ezekre a területekre, akkor is egy bizonyos magasságig vághatják csak vissza a fákat, tehát ez alapján, a válasz alapján, akkor ez egy ilyen örök körforgás lesz. Úgyhogy most egy másik vonalat keresek, hogy hát ha hogy valóban ez a probléma, ez lett a probléma, ha igen, akkor mondjuk mi tudunk-e segíteni abban, mert akkor én azt mondom, hogy kész vagyok arra, hogy a testület felhatalmazása, hogy tegyünk ebbe bele mi is egy kis pénzösszeget, és akkor segítsük mi is ezt a gajazást sűrűbben, vagy nem tudom, jobban, hogy ezeket a problémákat elkerüljük. Amit megtudtam, az valóban az, hogy ha egy viharnál ugye összejönnek a vezetékek, akkor ugye biztosíték kiold, és ez a visszajön, elmegy dolog azért van, mert a trafóknál az automatika így működik, hogy megpróbálja visszaállítani magát, és ha nem sikerült, tehát az automata rendszer nem tudja ezt megoldani, akkor jön a hosszabb áramkimaradás, mert akkor meg kell várni, még a szakemberek kiérkeznek, és helyreállítják a rendet. Én ezt a választ kaptam, mint laikusként, továbbítottam most is, hogy sikerült megtalálnom a Pest megyei területi vezetőt talán, és neki is ezt elmondtam, mert igazából most annyira ezt kaptam, hogy írjam le, hogy mikor történtek ezek az áramkimaradások, és ők megnézik, hogy üzemiben volt-e. Tehát mondjuk ezzel nem vagyunk előbbre. Nyilván az, ami engem is jelentett, azt vissza tudom keresni, de tehát ez még nem a megoldás. Tehát hajtjuk ezt a dolgot, hogy megoldást találjuk meg. Tehát tényleg azt mondja, arra van szükség, hogy anyagilag is beszálljunk itt a gajazásba, és gyakrabban és sűrűbben, mert ez a probléma oka, akkor erre nyitottak vagyunk, de még nem kaptam ilyen jellegű választ. Tehát még egyelőre ez a dolog átgondolás alatt van, hogy pontosítás alatt van, hogy mi lehet az oka, az önkormányzat nyitott erre, nyilván nem kell neked bemutatni a problémát, mert te is tapasztaltad, tudsz róla. Hát ennek a fejleményeiről természetesen itt a 93.4-en majd beszámolunk. Egy újabb eseményről beszéljünk. November végén volt nálatok egy civil fórum. Miről volt itt szó? Igazából egy pályázatnak az előírása volt az, hogy civil fórumot is kell tartani, mert igazából ez a pályázat a lakosokról, a civilekről szól. Ez egy olyan pályázat, amin még nem típusú, még nem vettünk részt, tehát itt nem építünk, nem bontunk, nem festünk, nem színezünk, hanem valóban az emberekről szól ez a pályázat, a humán erőforrásról szól. Ennek egy része, kötelező része volt a civilekkel egyeztetni, hiszen ez egy alulról jövő, tehát a civilektől jövő ötletek alapján kell dolgoznunk, és amiben igen nagy energiát fektetünk, és a pályázat nagy részét elviszi majd, az az óvodába és az általános iskolába a gyerekekre való koncentrálás, tehát ez egy 5 évig elhúzható pályázat, 5 év az időtartama maximum, és az intézményvezetőkkel egyeztetve óvoda, bölcsöde, általános iskola, és bevontuk a baptista óvodát is, pszichológusokat és különböző olyan pedagógusokat szeretnénk ebben az 5 évben az intézmények számára nyújtani, amire igény van, tehát a gyerekeket, akiket fejleszteni kell ilyen irányban, azokat tudjuk minél jobban segíteni majd. De nyilván a pályázat másik részében a hagyományokkal is lehet koncentrálni, és akkor szeretnénk kiadni egy könyvet, ami az ócsai értékekről szól, és mivel ott voltak civil egyesületek vezetői, így ezek az egyesületek is jelentkeztek, például a Pince Egyesület, hogy akkor ő szívesen beszáll ebbe, és mondjuk a születi felvonulást újra televenítés és feldolgozza a településen. Tehát igazából erről szólt ez a kis egyeztetés. Tehát valamelyest a településen fellelhető humán erőforrás, civil erőforrást valahogy koordinálni, egy irányba koordináltan felhasználni nyilván igen. Település fejlődésére. Tehát megvannak a célcsoportok, tehát igazából azon, hogy gyerekek, idősek, hátrányos helyzetűek, tehát az ő számukra kell programokat szervezni. És akkor ez egy nagyobb volumenű program, aminek ez egy része volt, egy kötelező eleme ez a fórum megtartása. Így van. Tehát azért mondom, hogy a nagy részét az iskola intézmények szeretnénk költeni, az elnyert összeget, ha majd elnyeljük, és ez ott konkretizálódott is, de nyilván ha az egy négy lábon álló pályázatot, többi lábban is kellettek alapokat építeni. Ebben a pályázatban egyébként milyen összegek mozognak, milyen források? Hát itt gyorsan az egyik civil egyesület vezetője kiszámolta, hogy gyakorlatilag netto 78 lesz, amit úgy netto 8, amit elkölthetünk, tehát
Ugye aztán bruttó 120 milliót nyerhetünk, de hát projektmenedzsment, stb. Stb. 15 millió fontot eszközhasználatra is el tudunk költeni. Tehát nyilván, mivel a programok egyrészt majd a szabadidőközpontban valósul meg, hiszen oda hívjuk majd pszichológusokat, előadókat, célzottan megint csak akár az iskolás korosztálynak mondjuk egy drogprevenciós előadás, vagy egy szexuális felvilágosítás, de felnőtteknek, szülőknek is lesznek majd előadások, nyilván ehhez a technikai feltételeket meg tudjuk teremteni, tehát akkor azt mondom, hogy már 15 millió elmegy az eszközre, és akkor a többi marad ezekre a programokra. És mondom, ez 5 évig tartható ez a program, ha az összeg addig kitart. Beszélgetésünk zárásához, vagy befejezéséhez közeledünk, és hát általában is programokkal fejezzük be. Így Mikulás napján, adventi időszakban nyilván elsősorban a karácsonyi programjaitokról kérdeznélek. Szóval mi mindennel készültök, várjátok a lakosokat, mi történik itt az adventi várakozásos időszakban nálatok úgysem? Tehát egyen már túl vagyunk, ugye december 3-án vasárnap, advent első vasárnapján hagyományoknak megfelelően egyházi vezetőkkel közösen meggyújtottuk a városi adventi koszorú első gyertyáját képletesen, és ott volt egy kis műsor. Ma Mikulás van, ugye, mint említetted, ma délután 4-től a szabadidő központtól indul a Mikulás vonat, nyilván ez körbejárja a várost, és így a vonaton keresztül az esti bizonyos szakaszon az esti díszkivilágításban is lehet nézni a települést, és vasárnap lesz még egy koncertünk, Nyári Károly ad koncertet. Itt még 15 darab jegy van, tehát igazából ez egy teltházas rendezvény lesz, hogy aki még szeretne eljönni, még 15 szerencsés ma most. Ha még most megcsörgeti a művelődési házat? Igen, megcsörgeti, vagy oda szalad, akkor ez a 15 jegy még gazdára vár, és igazából ezzel zárjuk a kulturális évet ezzel a műsorral. Én nagyon szépen köszönöm ezt az évértékelő, összefoglaló és egyben az évet lezáró beszélgetést veled. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk töltötték ezt az egy órát. Ha esetleg lemaradtak, semmi pánik, 18 órakor az ismétlést meghallgathatjátok, illetve a Facebookon természetesen az élő közvetítés képpel, hanggal visszanézhető. Károly, nagyon szépen köszönöm. És ha nem találkoznánk, áldott ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen nektek is.